ez a hatalmas épület itt előttünk? Ez, kisfiam, a Kossuth iskola. Bár ma már a Klapka György szakképzőiskola működik benne. A dédapát korában meg még morgóiskolának is nevezték. Morgóiskolának? Miért hívták így? Azért, mert a 19. században még egy morgó nevű csárda állt a helyén. Egy csárda? Mi az a csárda? Csárdának hívták régen a kocsmát. Általában a település szélén vagy az utak mentén álltak. Ide tértek be az utazók kicsit megpihenni, enni, inni. De a csárdákban sokat muzsikáltak, énekeltek, táncoltak, sőt, verekedtek is. Kedvelt helye volt a betyároknak is, akiket meg rendszerint a pandúrok üldöztek. Nagyapám sok érdekes történetet mesélt erről a morgó csárdáról. Apu, mit meséltél itt a morgóról? Hát, kisfiam, a morgó csárda az egy igen érdekes hely volt egykoron. Jóska bátyám keze alatt dolgozik a városházán. Uram, atyám, csak nem az egyik pandúri epekezte jár. Hát olyan szép szállegény, meg erős is. Hát te, csak nem a Galiba Péter az te katus. A múltkor is a templomom nagyon nézegetett. De én nem néztem oda. Nehogy azt gondolja, hogy oda vagyok éppen. Jaj, Katus, te tudod, hogy a Dávid nem szereti, ha a törvény embereivel paktálunk. Na, hát engem nem érdekel, hogy mit szól a te fazekas Dávidod. Ha szeretek, akit én akarok. Nem úgy van az, Katus. Hát tudod, hogy a Dávid az nem tréfál. Hát tudod, hogy milyen az. Jaj, Istenem. Nem tréfál, én sem tréfálok, hát. Minden már. Jaj. Ilyettem. Nézd már. Ki ez? Hát ez a Pista. A citurás. Hát. Nézd már. Hát. Fogadjuk, hogy megint itt volt egész éjszaka, mert befityókában. Ez biztos is. Pista! Keljen már föl! Anya, mindjárt szólok én is. Pista! Itt kajogáltok! Hát mindjárt jönnek a népek, hát maga meg itt tanult a csár. Itt kajogáltok! Keljen már föl! Már alonyi se hagyják az ebbe! Hát mi az a nagy rajcsúr itt el? Jaj, de jó, hogy jön, édesanyám, hát nézze már, hát a Pista itt tanult a csárdába. Hát Pista, úgy látom, Kendek se igényül már meg az eszet. Hát mi nem ment haza? A felesége azt se tudja, hogy hon van. Aztán majd jön ide hozzám hónap panaszkodni, ugye? Jó van, őse, mikor a baj ma? Igaz, hogy tegnap egy kicsit többet ittunk a kellekinél, aztán elnyomott a buzgóság. De hát megesik az emberrel néha. Megesik, csak hogy nem mi nálunk. Hát, mi lenne, ha minden részeg ember ide kvártéhozná be magát? Hát, mi lenne a morgó jó hírével? Arra nem gondoltán, Kent? No, őse, ne kajabálj már, inkább hozzá egy kis haragnyivalót, mert igencsak dübörög a gyomról. Hát, jó ember, hát mi nem kéne még ingyen kvárté, meg még ingyen étel is? Hát, hogy gondolja, Kent? No. No, őse, csitulj már. Inkább fizetségképpen elciturázom a legkedvesebb nótádat. Jó lesz így, őse? Jó, hogy a rossz se venné meg Kendet, ugye? Mert hát jó tudja Kent,
hogy nagyon szeretem a muzsikát, ugye? Meg hát, ami igaz, az igaz. Kend igen, szépen tudja elcituráznia az én kedves nótámat. Na, jó van. Üljék Kend le oda az asztal végéhő, majd mindjárt megnézem, hozok valami harapnyivalót, meg tán kis innivaló is lesz. No, igyekezzék oda, Kend. Sajnálta a porció. Hát remélem is, hogy hagysz neked néhány harapást. Gyere, koma. Gyere, teszem a kalapomat. Na, Jóska, igyék Kend is. Na. Nagy is igen, az álgó, koma. Isten, Isten. Hallod, de Pista? Te aztán ugyancsak bekaparázta az éjszaka. Hiába mondtam neked, hogy ne nyakald azt a bort. Nem hallgattál. Azt úgy látom, hogy pórul is jártál. Ne abajgass már, ideskomám. Van nekem elég bajom. Inkább falat hozzunk. Jó. Biztos. Tán az asszony miatt nem mentétek a faszni. Hát valahogy úgy. Mert tudod, mostanában ez az Andrus olyan bakafántos. Hát, Pista, ne hagyd magad! Csak nem az asszony fog dirigálni a férjének, hogy nem tehet azt, amit akar, ha nem hallgatja meg az igazságot, akkor előveszed a nadrágszíjat, azt megérteted vele. Nem úgy van az, komám! Nem vagyok én olyan, mint az apám! Tudod, az minden nap elvert anyám! Sokszor eszembe jut, mikor mondta így ebéd előtt idősanyám, hogy na, hát mostan megverkend vagy, ebédeljünk. Hát, de vagy pedig, hogyha már egy-két napot kihagyott az apá, ma anyám azt hitte nem is szereti. Haladkozunk, komám. Eszter, Patus, hol vagytok már? Gyertek csak hamar. No. Eszter, Patus, szóltam. Igyekezzetek! Nem figyelek oda, kicsit félre nézek, már mindjárt eltűntök, mint a kámfor. No, gyertek meg! De nem így talaj hát, hanem mozogjatok. No, no gyertek, gyertek. Na, itt van ez a két csirke. A nagyja tojjuk már lekapkodtam róluk. Már csak tisztázni kell. Na, lássatok hozzá izibe, mert sietni kell, jönnek a népek, azt nem tudunk nekik mit adni enni. Én meg kimegyek már, megnézem, mit csinál apátok olyan sokáig a komrába. Azt mondta, hogy hozz be egy-két kupa volt, de már nagyon, nagyon sok állom. No, lássatok hozzá, ne kénytelenkedjetek, ne legyetek kuhártasak. No. Te, Katus, megnézzük-e szeret engem a Dávid? Na, nézd. Na, hogyan? Tisztjek-e? Szeret? Nem szeret. Szeret? Nem szeret. Mit csak ez? Szeret a Dávid! Tudtam, hogy szeret a Dávid! Jaj, de bolond vagy, Eszti! Hát azt gondolod, hogy kell lesz annak a hegykebetyárnak? Hogy ne kellene? Hát minden újjára akad neki. Két fehér négy. Nem igaz az. Dehogy nem, majd meglátom. Agyisten, jó napot! Agyonisten! Hát akkor azt a hullom! Édesapám kiment a komrába a barért. Na, azt jó teszi, mert igen szomjasak vagyunk. Jó, úgy bizony. Úgy bizony. No, akkor üljenek le, Kentek, majd megnézem már én is édesapámat. De gyorsan szedd a lábad. Várjál, 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 vár
Hagyjon Isten, Dávid! Hagyjon Isten! No, húgom! Hát gyere már közelébb! Ne fíjj! Nem eszlek meg! Már nem lehet azt tudni! Te felvágták a nyelvet! Gyere csak közelébb! Helyre faint a baros fenyecske vagy! Gyere, vigyél! Hát, a húga se csúnya, az is olyan fajn, faros megyeske, mint a bővérkéje. Hát a gazda, te sokáig tartott, hát te sokáig jut már. Tehát most szüretelte. Hát szüretelni, szüreteltem, de nem most. Ha már az elmúlt esztendőbe termett ez a öreg hegyen, a sárkán szökött. Úgyhogy úgy igyátok ám ezt a borocskát, hogy nagyon finom. Töltse már meg ezen kiszállalom. Sárkán szögi bor. Töltse már szaporán, mi állj, bátyám. Ne sajnálja. Tényleg, Mihály bátyám, segítek már egy cseppet magának. Kicsit reszked a kezem. Nem tán valami idegen bündöly alá nyúl. Aztán harapófogóba került a keze. Hallgass már te, vitófára való! Meg vagy Őrzse nénéd, azt lesz nem ulas! Majd arra neki Őrzse asszony, ha idegen fehér népet simogatna az öreg. Hú, letörni a derekát! Pedig sok nép fordult már. Fehér nép van Grimbe? Ajjaj! Keresni se kell. Nyől az, mint dudva a réten. Hát úgy hallom, hogy éhes disznó még magkal álmodik. Hát azt gondolják? No, Eszter, távolj csak annyit. Hát azt gondolják, Kentek, hogy minden menyecske olyan huncu, meg olyan kikapós, mint az a híres Stefremanci? Na, aki minden férfi emberrel csak kacérkodik. Hát tudják meg, hogy nem olyan minden. Na. Fajn némben az a Cefremanci. Már én is megnyomkodtam egy pászor a szémra hazalban. Én meg az istállóba bújtam össze vél. Istenem, én meg annak idején a ganyé mögött a kukoricásnál. Jó, emlékem van a kukoricásról, nekem is. No, hanem Dávid fia. Úgy hallottam, hogy Gerős Jóska, a bandúrok kapitánya, már égre bőrre keres benneteket. Engem Fazekas Dávidnak! Mi baja van vérem a zsandárnak? Csak jöjjön ide az a zsandársereg! Nem ez több komiszke, gyerek? Ah, biztos! Különben is! Hadd keressen, majd megmondja valamit! Egyéb dolga sincs! Nem úgy van a Dávid! Vigyázni kell, apa! Mert nagyon fineszes emberünk el! Meg aztán azt mondta, a múlt héten, hogy 6 szívló hiányzik, a nagyságos Halmai József jászkapitány úrnak a ménesi bű. Csak adott hitjük el. Ajjaj, meg hát azt is mondta, hogy titeket látott arra tennék oda. Nagy a Szent Györgyi határi állvágyán. Járnak ott mások is. Ajaj, sokan megfordultak már benne. Hát, amma igaz, fiaim, de én szóltam. Hát az a citulás meg mit humpaszkodik ott? Gyere már ide, hallod-e? De meg már nagy csárba. Szevasztalanul, Gáb. Várjál, hogy jól végjünk oldalvásra. Megyüljön oda, végig. A szívben játsz rám. A bizony. Esik első, azt! Esik első, nagy sárban a falu, meglátszik a lopott lónak a nyoma. Gyere, babám, söpölt el a lopott ló nyomát, még az éjjel terát költöm az árát. Még az éjjel bereged, még az éjjel egy kislányért meghalom. Kilenc orvos vizitálja fájú szívemet, látod-e babám, mire nincs a szerelem. Kilenc orvos vizitálja fájú szívemet, látod-e babám, mire nincs a szerelem. Gyorsabb a
mindenit! Hadd forgatom meg ezt a nyár! Kapitány uram, aztán mi árad
irányba vonnak erre felé, kegyelmet? Azt hallottuk, hogy az istentelen veszedelmes fazekasdál. Erre felé fújtorog a komáival egy díjban. Ezt hallottuk? Látta-e Mihály bátyám ezeket a latrokat? Hová gondol, tekintetes kapitány uram? Hát, rendes csárda, morgó. Hát nem járnak ide gonosztevők. Nem-e? Csak törvény tisztelő polgárok. Hát, mi éppen, hogy másképp hallottuk? Azt csiripelik a madarak, hogy az az akasztófára való betyár nagyon kerülgeti a kert egyik jányát. Az én jány nem igaz abból, kapitány úr. De szó se! Ne higgyen el mindenféle plegyka beszédet. Hát nem olyan az én jányom, hogy leereszkedik mindenféle betyárgó. No de üljenek már le, tekintetes kapitány uram, aztán kóstolják már meg az én sárkány szögi boroma. Őrse! Hozzá már a kapitány úrét a egybegre volt. Üljenek le, tekintetes kapitány úrét. Én a sárkány szögi az uramé. Majd még lát. Annál finomabb lesz. Na, így a nap, kentek. Így már finom lesz. Jó, kapitány. Hey, ez aztán tényleg nagyon finom. Igaza van, kapitány uram? Hát már majdnem szétrepedeztünk ebbe a szárosságba. De szép, fehér nép vagy, te lelkem. Aztán mi a neved? Katalina becsületes nevem. De mindenki csak Katusnak szólít. Szóval Katus! Aztán van-e már szerető? Van, ha? De magának nem mondom meg. Jaj. Cselkedj velem már, te lány, mert még megtalál a csókolni. Még csak azt kéne. Nem meg elment. Hú, de finom volt ez a borte. Ez tényleg jó fajta. Csak úgy gurgulázik a kigámon. Igen, nekem is. Bizony. Hiába nem. A jó neszüri homoki bornak nincsen párja. Úgy itatja magát, mint a homok a sárkány szögbe. Ez is onnan van, azt mondják. Ha nem, kapitány, elárulná nekem, hogy miért keresik azt a fazekas Dávidot? Miért is? Hát, az az akasztófára való betyár. Ellopott hat. Mondom, hat szép ellopott. Hatot. Hatot. A nagyságos Halvai József jászkapitány úr ménesi. Úgy bizza. A jászkapitány úr még jutalmat is ígért a nyomra vezetőnek. Kicsoda az a füsvíj. Az a... Az. És nem is egyedül követte el ezt a súlyos gonosz tettet, hanem három másik társával együtt. A Sárkány Péterrel, a Kotály Jóskával, meg a Sisa Jakabbal együtt. Bizony. Igen, csak megérettek már az akasztófára? Azt hiszem. Lopásaiknak se szerint, se száma. Na te most már elég a jó. Mihály, igenis kapitányunk, ha mégis meglátná errefelé tekeregni azt a kurat. Hát te ulassz el értesíteni a törvény embereit. Megértettek egy? Értettem, kapitány úr. Értettem. Ha netán mégis elmulasztaná törvényes kötelesség. Hát meglovagoltatjuk Kendet a deresőt úgy istenesen. Értettem, kapitány úr.
Hát, ha mellátom őket, én azonnal jelenteni fogom maguknak. Vazik? Ha nem kentek, kászálódjanak másnak, menjenek keresni azt a fazekas Dávidot. Ja. Igen, kapitány uram. Na, jó, kapitány uram, de milyen ábrázatja van ennek a golofevőnek? Milyen? Itt van ez a körözménye. Ebből kiolvashatják. Aztán meg szegezzék, kikentek a kármentőre. De már komám. Segítsél már elolvasni, mert... Várjál már. Igen, aprók ezek a betűk, aztán még a szemem is fáj, alig látom elolvasni. Hogy nézem már? Hű, ez tényleg csúnya, de egy írás tényleg. De úgy látom az ábrázatukból, hogy igen nagy gonosztevők lehetnek ezek. Szerintem nem lesz nehéz őket megtalálni. Nézd meg! Figyelj ide, komán! Mindenkit elfogunk. Aki gyanús, aztán csak közte lesz az is, akit keresünk. Mi van? A vallatásnál, meg így is bevallja Lator, hogy ő a fazekas Dávid. Figyelj csak! No, ismered a vér, a vén cirkója. Tudod, a hóhé. Hogy ne ismered? Aki szokott egy kicsit vallatni is. De jó csinálja. Azért érti a dolgát. Hogyne. Múltkor többen, tizen is bevallották, hogy ők rabolták ki az apáti főbíró szekerét. Nem mondod? Pedig csak ketten voltak. A Csorba János meg a Tökmag Sándor. Tényleg Tökmag. Ilyen kicsi volt. Ne szerencsétlenkedjenek, nagy. Szögezzék ki azt a papíros rögvest, aztán menjenek dolgukra. Igen is. Isten áldja, kapitány uram, Isten áldja! Aztán ne feledje kent a kötelességét. Á, dehogy felejtje. Ülnek. Jaj, csak hogy végre felítse őket a fenn. Jaj, Mihály, én attól tartok, hogy ezek nem nyugszanak addig, amíg kézre nem kerítik szegény Dávidékat. Hát, amely lehet. No de, nem olyan könnyű ám a Dávid gyereket elkapni, mert... Agyisten, mi elmondta? Adj Isten, ez esembe, rá! Az igaz. Agyisten, jó napot! Agyisten! Valafelé tartunk, az igencsak megszomjasztunk. Innánk egy jó kupabort, már volna magán. Hova gondol, Ken? Hát már honne volna? Hát híres csárda a morgó. Így igaz. Na, üljenek csak le, kentek, azt mindjárt hozom. Na, Veron, ülj már le, ne álltunk valami kőképa. Jó van, de ne maradjunk sokáig, mert késő éjszaka lesz, mire hazaérünk. Asszony, ne virnyogjál már az át fiskálát, hanem üljél le, azt majd ígyunk. Na, itt van már a finom sárkán szögi bor. Aztán na, fogyasszák egészséggel. Na, tényleg, asszony, igyon kent. Adjon Isten, szép jó napot! Most elé van-e a gazda? Hozta Isten tekintetes uramat, Mihály meg asszonyoméka! Édesanyám, biztos, hogy jó helyre jöttünk? Nem inném, hogy nekünk való ez a hely. Hát, én is csodálkoztam, hogy apád itt állította meg a hintót. Olyan pórias ez a csárda. Menjünk innen, még összepiszkolódik a ruhám. Oszkár, kérem, nem szeretnék itt maradni. Hallottam, hogy a fehér ló csárda itt van nem messzire. Szeretném, hogyha oda mennék. Szerintem kényelmesebb lenne az nekünk. De Matild, kedvesem, éppen az imént mondta, hogy már megszomjadott. A mama is már elfáradt. Maradunk itt. Jó ez a csárda nekünk. De Oszkár, kérem, én mégiscsak szeretnék elmenni.
Matild, kérem! Nézze már meg, hogy hogy nézik ki minden. Matild, kérem, elégedjen meg ezzel a helyjel. Ízunk egy kis bort, pihenünk egy keveset, aztán majd megyünk tovább. Mihály gazda, kérem, hozzon nekik egy kupa bort. A jobbik bor, ha kérhetem. Hát, mindjárt hozott nekik, tezes úr, üljenek be. Hát ez meg mi az? Orgona sírt mellett növekedett. Ferde kucsmás, mennydörgős mennykűvön. Jöjjék már az úr, nézze meg, mi akar ez lenni. Hát, amint látom, ez egy fölözvény. De nem csodálom, hogy nem tudtál elolvasni, hiszen fordítva volt fölszögezve. Fölözvény? Hát, bizony. Jöjjön már közelebb, kérdez az ablakod, itt több a fény. Azt mondja, körözvény, a hírhet jársági betyár, Fazekas Dávid és társai, Sáfrány Péter, Kotány Jóska, Sisa Jakab és társai ellen, akik a múlt bünkös vasárnapján a nagyságos Halmai József jászkapitány úr alsó szentgyörgyi ménesibűr 6 fúrkai lovat elkerültek, és azt a nagykőrösi vásárban eladták. A keresett személyek leírása. Fazekas Dávid, betyár. Magas termetű, barna képű, barna szemű, őszes fajú. Nőtelen, jákóval mindegyőző. Igen, hol való? Megyes felérű való vagy. Sáfrány Péter, közepes termetű, barna képű, barna szemű, gesztenyehajó, feleséges, alsó szentgyörgyi illetőség. Annak a füzimiskája ismerős, mert mintha láttam volna itt a kocsmában. Ugye, Vera? Kotány Jóska, közepes termetű, vékony képű, szürke szemű, kesehajú, feleséges, Jászberényi illetőség. És azt mondja, hogy Sisa Jakab, közepes termetű, kerek, vernyeges képű, bondorhajú, nőtelen, Jászberényi illetőség. Az is Birényi? Az is Birényi. A nagyságos kapitány úr parancsolatja szerint, aki a nevezett gonosztevőket kézre keríti, 100 forint. 100 forint? 100 forint. Az már szép pénz. Vajon merre járhatnak ezek a gonosztevők? Az egyik erre, másik meg arra. Hát, nem lenne jó találkozni velük, mert szerintem igen veszedelmesek. Na de, a nagyságos vármegye majd elfogja őket, meglovagoltatja őket úgy egyenesen, hogy arról kódulnak. Nagyon-nagyon régen. Maga vezérő, ő meg el. Rizcsengő és szomorú, ott nörgeti. Idegen szagot érez a pusztában. Hát a megint hadzsandár jön utána. A hadzsandár, hogy elérte a bolytán. Hogy elmagad? Olyat vágott szegény bojtár fejére, lebújik a szamarának elébe. Akkor még időre az mondták átlát, hová való születésű nagy bojtár, kis újság és Jászberény az én hazám. Árván nevelt engem az csak nem fog itt tepjálni kolyongatni. Micsoda szégyen! Nem fogad fót az embernek, Molostor nótáriusa nem járhat, állhat le a hornéppel. Gyurcsa fiam! Hol vagy, Gyurcsa fiam?
Hozd a gyerek tevén, és ott majd sem szabad a fejemettől a zenétől. Hozd a sőt! Meg őrül, osztály kérem, jöjjön már, hagyja már abba ezt a kurjongatást! Anyuka, hát... Ne, itt a repülősó. Szíjon jó nagyokat, mindjárt jobb lesz. Hát én nem tudom, miért őt a férjembe jutsak. Hát nem szokott így viselkedni. Hát egyszerűen nem értem. Utána belefújt az ördög. Alig, hanem al lesz a tekintetes asszony. Én már hallottam ilyen esetet. Az ángyom férjével történt, hogy... Hagyjad már, ne! Tehát, fogad el az agyamat ilyen hülyeségekkel. Annyira fáj a fejem, teljesen ki vagyok ettől a nótázástól akadva. Hát látja, anyuka, nem hallgat egy szót se rám az osztály. Látom, jányom, látom. De hagyd tanulja ki magát, aztán majd lecsendesedik. Nem jó kocódni vele, jobb a békesség. Tehát anyám, az illendőség, hát nem szokott így viselkedni. Hogy fogok így a kerülettel bánni vele? Nem hagyom, hogy a kerület a szájára vegye a kerület. Mit mondasz, jányom? Hol van a feszület? Nem feszület, anyuka, hanem kerület. Milyen kerület? Süket, mint az ágyú. Nem terület, hanem kerület! Jó van, no, nem kell annyira kiabálni, nem vagyok én süket, nem. Csak mint az ágyú. Isten áldja magad. Na csak, hogy megjött édesanyám, már fogod már ilyen sokáig el? Hát, hát szűrtem a fejet a kózérba. No, jó van. Aztán szűröm a fejet. Látom ám, hogy egy nagy bakeger ott szaladozik a köcsögök között. Na, gondoltam, mindjárt elbánok én vele. Fölfogtam a seprűt, azt hozzávágtam. De az eger elszaladt, és beleugrott a köcsögbe, a teljes köcsögbe. Hát, mondom, nem bánsz ki velem? Oda mentem, fölkaptam a köcsögöt, kivettem belőle az egeret, azt kihagyítottam az udvarra. Az udvaron meg ott járta, nagy veres macska, azonnal be is kapta. No, azt jó tette, hanem édesanyám a fejet, amiben az a nagy bakeger beleugrott. Na, az a mit csinált kent? Kiöntötte tán? Ma hogy öntöttem? Azt a finom, drága tejet? Hát jó lesz az még túrónak, vagy vajnak. Megeszik azt még a kényes városi népek? Nem úgy van az édesanyám. Hát a csárda jó hírével mi lesz? Tán arra nem gondolt Ken, ugye? No, mutassa csak, mi van a kezében. Talán ez a fazék az? Ez. Ó, no, édesanyám, majd én intézem a sorát, hagyja Kent. Adjon Isten, édesanyám! Adjon Isten, néném! Adjon Isten, Terka húgom, hát Marci lelkem! Hát csak, hogy megnyűjtél! Hát már olyan régen láttalak, olyan nagyot nőttél már azóta, drága lelkem! Marcikám, hát köszönjél már öreg anyádnak, meg a nénédnek, hát te ne vitte a cica a nyelvedet, no! Adjon Isten, reganyám! Adjon Isten, Örzsi néném! Adjon Isten, nektek is! Eszem a lelkedet, no de arany! Olyan nagyot nőttél már, hogy... Bizony, hát eszik el, mint a vetmalac. Hát nincsen még se sok, se rossz. Az a jó, mert ha sokat eszik, olyan szívszállegény lesz, mint az apja. Amán bizony. Ha nem telt a húgom, aztán mi járodba vagytok felén? Hát, Moris ángyomnál jártunk már szelén. Aztán igencsak elfáradtunk a hosszú úton. Meg hát meg is éheztünk. Aztán úgy gondoltuk, néném, hogy begyűzünk már hozzátok egy pár falat haraknivalóra. Nagyon jó tettétek, drága húgom, már is hozok egy kis haraknivalót, meg egy kis innyivalót is. Na, ijeszek le. Az jó lesz. Na, aztán mi újság terve felé? Édesanyám, nem hallottam semmit. Nincsen semmi. De hát csak történt ám valami. Történt. Megdöglött a Maris ángyomnak a húlia. Megdöglött a Maris pulia. Meg az Isten adta, mert hát igen sok lógust tett. Tehát honnan vette Maris azt a sok lógust? Hát az úgy volt, hogy kigyújt a Maris ángyomé kistálója, aztán mind a két lókuk benne égett.
Kigyulladt a Marisi istállója. De akkor kigyúlt. De hát polig is éget. Mert hát lángot kapott a háztól. Szentséges tűzanyám! Hát leégett a Marisék háza! Na bizony le, mert a múlt pinteken beléje csapott a villám. Aztán András bátyám még hát alig tudta belőle kimenetülni. Hát de mi történt? Mi csapott bele a villám? Szűz Máriám, hát szegények! Hát micsoda csapás! Hát azt mondta Maris ángyom, hogy hát biztosan azért volt, mert pinteken ruhát mosott. No. No, az úgy van, ez biztos úgy van, hogy pinteken nem szabad ruhát mosni, mert akkor biztos belecsap a házba a villám. Ezt már a régi üregek is tudták. Bizony, így van, anyuka? Bizony. Így volt. Aztán a nagy szerencsétlenség után elmenekültek Julis jányájékhoz, de hát azt mondta András bátyám, hogy a jövő évi trágyahordásra majd felépíti ám az új házat. Na hát adja az ég. Ne feleselj velem, te gyerek, mert adok ám egyet a társakavaróval. Jó van már, édesanyám, csituljon kell. Mondja meg hát, mit csináljak. A fene ette volna meg azt a nagy tudományodat, azt a nagy eszedet, Matyikám. No, ide figyelj, szaladjál csak ki a manci rétjére. Azt ott legelészik két tehen, tudod, a bimbó meg a szegfő. No, azokat szépen pányvázza a répte. Igyekezzél, egyik lábad itt, a másik meg ott. Menek van, édesanyám, no. Menek. Csak elég mihatni. Ihatnál, hát mindig csak kerülgeti a munkát, ez a büdös kölyök. No. Rótot! 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 Itt a drótos! Hát ez meg a jó. Agyon Isten, jó estét kívánok! Agyon Isten! Gazduromnak! Adj Isten! Csókolom a kezit, lábát nagycsos asszonynak is. Na, adjon Isten, Jankó, csak hogy megjött. Megjött ám, Jankó, messzi földről. Bezadj. No. Ami van, lyukas fazék, lábas, serpenyő, bármi, ami csurog vagy csepeg. Jankó, azt mind megfordozza, minden lyuk vagy lyuk valami. No, Jankó. Igen. No. Hát elég kuncfut kell már meg megint. Úgy látszik, hogy kentse jobb a deák névásznánál. Ha nem látom, hogy elhoztam most az asszonságot is. Hát elhoztam, hogy lásson világot ő is. No. Mondtam neki, hogy ugye otthon mi szegénykém nem volt a falu határán kívül. Soha. Mondtam neki, hogy jó van Rézi, jöhetsz velem, de ha nem jó viselkedsz, akkor nem viszlek többet haza. Jaj, Jankó, hát ne legyen már ilyen, no várjon, csituljon egy kicsit, majd mindjárt. Látom már, nagyon kirepedezett ebbe a hosszú útba, várjon. Hát még a torfa. Hát, csak nekem egy fogadat. No, Jankó. Vigyék kell egy kicsit, hát ha... Nézi, asszony! Nem kérek, köszönöm. Jankó, egy kicsit telepódja. Asszonyról beszélni rendesen. Mit gondolunk a Berényi nép? Nem volna rossz ez a bor, csak nem nagyon nériztem még a ízét. Jó van, no, nem sajnálom. De csúnya a része, jövett. Amma, biztos. Hát még a részeg asszony. Hát tényleg, honnan való ez a bor? Hát az uramnak van egy darab szőleje a sárkány szögbe, tudja, ott az öreg figyel. A jó hely. No. Te ne beszéljél, hogy beszéljél. Hát engem ismernek erre. Jankónak híre van. Jankót
ismeri az egész járság. Jankónak nagy a bagó lesője, de otthon egér jobb bagújni, mint minden férfi. Úgy van. Jankó bátyám, hát verebet patkol-e? Patkol, hát, de tényleg elrígy, hogy patkol meg anyádot, te bajom. Kár volt, te érted a gatyát megmondani. Most már az, elég legyen ez a helytelen beszélni, mert olyat tanálok adni, hogy te fogod azt a verebet megpatkolni, nem a Jankó. Megértetted? No, most már aztán azonnal mennyi arra Maci Manzirétjére a spájvázda arrébb az képtelenet. Menek már édesanyám, se vagyok! Na. Preferéljen már a donaszonyság. Inkább szedje össze a lyukos túlvait. Lábosokat, minden. Surok, csepek. Jankó, minden lyukba lyuk valami. Jó van, Jankó. Majd meglátjuk. No, gyűjjékend a komrába velem. Na, majd összeszedem a lábasokat, menjünk, meg a fazekakot. No, menjünk. Már alig van használni való edényem, mert már minden lyukos. Na, gyűjjékend a fordhozza. Erre várok már mióta. Na, gyűjjön velem. Hát én már mi lenni? Gyere, Rézi, te itt majd te tartod a gyertyát, gyere. Jó, Jankó. Milyen ember. Mi kéne, ha volt? Szép jó napot, gazdura! Hagyjunk. Olyan messziről jöttünk, úgy megékeztünk, szomjasztok, hozom már egy kupakot. Bizonyám, alig állunk a lábunkon is. Már éhesek is vagyunk, erősebb. Bizony jó, Andrew, megéheztünk, megszomjasztunk. Azt se tudjuk, hol ér bennünket a éjszaka. Na, üljenek csak le oda a sarokba. Most mindjárt megnézem, hogy mit tanálok. Én úgy gondolom, hogy az icaka majd itt hallunk. Na, még csak a hiányzik. Úgy bizony. Meg anyám.
olcsón felszámolnám ám magának. Hát gyorsoljak már, két tyúk, meg két krajcár lenne az ára. Jaj, drága, nagyon finom. Na, eredj innen, ha nem vagyok rád kíváncsi egyáltalán. Isten álljon. Mit akart ez az asszony a sóról? Hagyja, mama! Hosszú! Jó van, fiam! Nem kell ide bosszú! Na, tekintetes úr! Üljön csak velem! Magának is megmondanám én a jövendőt! Na, üljön csak! Nézzük! Üljön csak! Mit hoz a jövő? Na, nézzük csak! Lássuk csak, hogy mit hoz a... Na, nézzük csak! Ne hümmögj már itt, te jó asszony, hanem mondjad, mit látsz! Na, hosszú! Hosszú! Hát nagyon hosszú életű lesz a tekintetes úr! Csak hát... Mi az a csak? Hát... Még lesz két felesége, meg négy gyereke. Hú, az ázsóját! Egy feleség is sok, nem, hogy három. Hú, csak a napjön. A napjön meg, ma hallja. Tekintetes uram! Aztán még várjon, még mondok ám magának valamit. Most csak a bal kezit adja. Még sok tíz is üti majd a Markát! Csak tán nem a mamát éri valamit? Vagy a Matildot? Na, kérem, Oszkár kérem! Már megint itt vegyül ezzel az asszonnyal! Meg hát, Oszkár kérem, már későre jár. Menjünk már haza, fizessen kérem, hogy elígyünk. Jó van, mindjárt fizetek. Előveszem a bugyelláris. Vegye csak elő. Hallod-e, te jó asszony? Nem láttad a pénztárcámat, a bugyellárisomat? Éne! Vakuljak, mikor láttam! Az imény még itt volt, csak te vehetted el, mert még az imény a kezembe volt! De az nem igaz, ő nem vette! Nem vette! Nézze meg, nézze! De itt volt még! Na, tekintetes úr, folyjon ki a szemem! A lábamot rángassa össze a gőznak! A rágunk holnapos hideglelés is! Kapjon el! Száradjon el a nyelvem! Ha elloptam! Elveszem! A nehézség fogja el a kellem! Na, Isten nem loptam el! Ilyet hát nincs nálunk! Tekintetes úr, ha itt lenne előtte, leesve a bugyelláris, akkor se venné föl! De hát nincs meg! Hát gyerekek, így veszem a tényleg! Akkor sincs meg! Jól van, asszonyok! Ne, ne szitkozódjatok most már! Inkább segítsetek megkeresni a pénztárcámat! Mert különben kétel leszek pandúrokat hívni!
hanem asszonyok, meséljenek már nekem, mi történt abban a híres apátyiban. Hát, ott csuda dolog történt. Csuda dolog? Mi volna hát már az a csuda? Hát, az apáti főbírónak három lábú borja született. Amán tényleg csuda, a főbíró úrnak borja lett? Nem mondja a főbíró úrnak, hát a főbíró úr tehenének. Ja, amán, amán. Úgy bizony, gazdúram, én is láttam. Aztán most a csodájára járnak a népek. Nem győzi mutogatni a főbíró úr nekem. Csak hogy nem tud megállni a saját lábán. Ezért a főbíró a falhoz támasztott, hogy el ne dűljön. Ugyanasszonyok, hát ne ámítsák már szegény uramot, hát nem hiszel az minden bolondságot, na inkább ilyenek nekem. Istenem! Na meg azt is hallottam, hogy a tanító úr kisfia beleesett a kútba, belerántotta a vízigornyót. Siettek a segítségére, de már későn volt. No, a vízigornyóról már én is hallottam. Még gyerekkoromban történt hasonló eset mi nálunk. Amikor egy kisgyerek odamászott a kúthó, aztán belenézett, azt a vízibornyó, hopp, így belerántotta. No, hát ezért nem szabad a gyereket a kúthó engedni, bizony. No, asszonyok, vigyen a kentet. Hogy nem bolondság az, a saját szemünkkel látjuk. No, hát mi történt? Hogy mi? Na, mindjárt Fazekas Dávid. Fazekas Dávid. Jaj, de szép szálember ez a Fazekas Dávid. Csak meg ne tudja az urat, mert jól elver a pányva kötéllel, hogy arról bolondság. Jó van már, jó van már. Nem kell az én uramnak minden tudni, én se tudok róla, hogy ő meg a szeplemanti csecserészi a szénakadalba. Pedig hát azt az egész falu tudja. Jó firmanő személy az a manci, csak azt nem tudom, mit esznek annyira rajta a férfiak. Na, ugyan mit? Azért, mert mindent megenged, amit másasszony nem. Na, beszélnek bolondokat, asszonyok. Inkább vigyanak a legalább, mert látszik magukon. Igen sokat beszéltek a híres betyárú Fazekas Dávid úr is. Azt mondták, hogy a jászkapitányunk Vénesibe garázdálkodtak. Tám vagy 6 szívlovat loptak el a társaiban. Hát arról már én is hallottam. Aztán Gerőcs Jóska, a pandúrok kapitánya, már égre földre keresteti őket a határon. De szép ember! Az már igaz. Vigyázz! Vigyázz! Gazdura! Adjon Isten! Üljön csak! Most látta-e kend azóta erre azt a bitang Fazekas Dávidot? Hova gondol, kapitány úr? Tisztességes csárda a morgó! A népek, hogy valahol erre látták kújtorogni, ők elmét. Nem igaz, abból egy szó se, kapitány uram. Ne higgyen az ilyen mentemondáknak, való. Ne. Akkor mi lesz? Hát no, csak figyeljen, azt, hogyha netán-tán erre járna az a híres híre. Fazekas Dávid, vagy hogy hívják? Azonnal értesítsen minket! Ugye? Értettem, kapitány úr. Na. Rögtön Mihányst meglátom, azonnal szó. Később még visszajövünk. Hát, így van. Már alig várom. Mert az jelzi Dávidéknak, hogy ne jöjjenek, mert erre kújtorognak a betyárok, vagy a pandúrok.
Hát maguk tekintetes úr, mi történt, hogy visszajöttek? Helyis kérdezze, mi hájgozta. Alig, hogy elindultunk, mi törött a szabad? Indulunk. Még a fecskemalomig se jutottunk el. Kénytelenek voltunk gyalog visszajönni ebbe a hőségbe. Úgy gondoltuk, hogy amíg a kocsisunk megjavítatja, itt maradnánk ennél a csárdában. Hát, foglaljanak helyet, üljenek. Nekünk valami üljenek le. Oszkár, kérem! Oszkár, kérem! Matild, kérem! Ne kezdje már megint, hogy nem felel meg magának ez a hely! Itt maradunk! De édesapám! Franciskám, drága! Itt maradunk, és kész! Mit mondod, uram? Honnan gyűnövés? Mama, üljenek le! Gazdugam! Majd látom, hogy jön a kocsisunk. Őse! Ha jó Isten álljon meg benneteket, vagy benneteket! Hát nem mondtam, hogy jelezzél a dálat! Nagyon is, ne! Persze jeleztem, Mihály, de már késünk, hogy itt jártak a tanya alatt. No. Az a baj, hogy Őse nénémnek mondja van a felállítással. Ne bolondozzon, Kent! Többet kéne gyakorolni. Mi? No. Nézzetek már, komány! Kik ezek a haromia pofák? Jó édesanyjuk, hogy szégyenkezhet miattuk? Nem szívesen találkoznék sötétbe egyikkel se. Szóltak hozzá. Nézd már, komány, ennek az ábrát adja meg olyan, mint a tiedek. Hovasd már, remélj, mi nem jártam iskolába. Azt mondja, hogy sárka. Nem. Ádám hasonlít, mi sokkal szebbek vagyunk ezeknél. Hagyja, hát a képet ki se raknám ott. Hát én sem mondanám az asszonynak, hogy rámásztassa be. Inkább így. Azt mondja, hogy mi van? 100 forint? 100 forint. Hát hány lovat kell ellopni, hogy csak 500 legyen legyen? Hogy? Hát ne féljen már, mi ajgátja! Nem félünk, mink a pandúroktól. Ha ide jönnek, majd megkapják, ami nekik jár. Úgy van. Nem addig van a Dávid fia. Én amondó vagyok, hogy jobb előre fényi, mint kiső megijedni. De ha már itt vagytok, hát üljetek le. Őse néném, volt hazel az asztalra. Na már kiszáradok, igaz? Hozom már, Dávid fia, húzom.
Kapitány uram, meglókra a akasztófára való!
De az egyik megsebesült, úgy látom, nem sokáig bírja. Majd Kentek a nagyságos főkapitány úr előtt magyarázkodhatna. De addig is bódulj a laputálnok, hát nincsenek még olyan messze. Ilyen is! Hanem őrzse, alig, hanem már a vége van a mulatságnak. Hát, hogy mondja Mihály, vége. Haj, csak szegény Dávidékot el ne fogják ezek a pandúrok. Csalámba nem üt a ménkül. Nem? Ezes gyerek az. Nem olyan könnyű, de felkap. Hanem, őrzse, szedjük össze magunkat, aztán tegyük el hónap. Na jó van, Mihály, menjünk. És mi lett Fazekas Dáviddal? Egy másik alkalommal csak elfogták a pandúrok, és gyöngyösen felakasztották. Vannak még ma is csárták? Vannak, kisfiam. És betyárok? Hát, azok is, csak már nem így hívják őket. Apu, mi ez a hatalmas épület itt előttünk? Ez, kisfiam, a Kossuth iskola. Bár ma már a Klapka György szakképzőiskola működik benne. A dédapát korában meg még Morgó iskolának is nevezték. Morgó iskolának? Miért hívták így? Azért, mert a 19. században még egy Morgó nevű csárda állt a helyén. Egy csárda? Mi az a csárda? Csárdának hívták régen.